Sziasztok, ez itt a Hekkés Lángos 39-es adása. Antenna vagyok, velem szemben Ninja. Hello, sziasztok. És velem másik szemben Béla. Szervusztok. Aki egyébként néztem, csak nem beszélt, mert Ninja-t mondtam. Na mindegy. Igen. Nem hallgatok a Ninja-ra még. Az első hívünk a mai nap az, hogy ami már megjelent Telegramon egyébként, csak nem mindenki olvassa a csatornánkat. Szóval a lényeg, hogy a Wi-Fi szabvány, ugye, ami a 802.11, ha jól emlékszem, és utána valami betűkód, az valahogy meg fog változni, illetve maga az elnevezés fog megváltozni, mert hogy eddig mindenféle betűkkel jelölték az egyes generációt, és itt most nevesíteni fogják, mégpedig számokkal fogják. Nem áll. De ez egyébként izgalmas meg jó, tehát igazából itt az AC, ami a most jelenleg legújabb szabvány, az lesz az 5-ös, és ami most meg fog jelenni az AX, amit nem tudunk, hogy hogy neveztek volna, az lesz a Wi-Fi 6. Ennyi lesz a neve. Hát én nekem ez nagy változást fog hozni az életemben, alig várom, hogy bizonyos eszközeim ne támogassák az új szabványokat, és ne tudjam őket föltenni az új dologra. Kíváncsi vagyok, hogy a Wi-Fi 6 mit tudhat. Ez engem is váratlanul ért. Jó, a következő hírunk az a Facebook vonal, mert most nagyon, ha én néztem, eléggé Facebook erősek leszünk. A Facebook az tombol a sikertől. Igen, ugye beszéltünk a legutóbbi adásban, hogy a Facebook most eléggé meg van cincálva, hiszen nagyon sok usernek az adatát ellopták, az ő userük adatait, és nem ők lopták el. Szóval a lényeg, hogy volt ugye ez a nagy kijövés, hogy hát igen, feltörték őket, és mindenfélét loptak. Ebből volt egy follow-up, ha jól emlékszem, ugye? Igen, volt egy follow-up. Mindenkit biztosít, ugye, mert most folyik nagyban az analízis, hogy mi történt, hogy milyen adatokkal értek vissza, és amit már mondtak, hogy a lopott tokeneket, amiket ugyebár arra lehetett használni, hogy valakinek a nevében megnézzél dolgokat, illetve a profilját, ugyebár a Facebookot, ha elgondolkodunk, akkor rájövünk, hogy csomó más helyen is használjuk, nem csak a Facebookon. Hányszor van az, hogy van egy applikáció, vagy valami, és a Facebookos accountodat használod például a regisztrációhoz. Mennyivel egyszerűbb, mint minden is alkalommal kitölteni az e-mail címet. Csak bekattintod, hogy jaj, autentikálj Facebookkal, és akkor már mész is be az applikációba. És ugyebár ugyanezeket a tokeneket használják, vagy legalábbis hasonlókat, és biztosított mindenkit róla a Facebook, hogy a jelenlegi logok alapján más applikációkban nem használták föl ezt a tokent, amit loptak, úgyhogy ha mondjuk, nem tudom, mire szoktatok? Instagram például. Na, mekkora jó, igen, én azt nem használom. Mármint, hogy nem így. Tehát, hogy az Instagramot azzal használod, akkor az Instagramod nem sérülhetett valószínűleg, legalábbis az ő logjaik alapján. Úgyhogy ez mit jelent? Ez jó egyébként, mert azért tényleg sok mindent kötünk össze Google vagy Facebook fiókkal, úgyhogy ez jó, hogy az nem tűnt el, vagy nem lopták el. A Facebooknak ugye a második érintettsége, hogy terjed a Messenger alkalmazásán egy új malware, amit a FaceX Warn-nak hívnak. Amit tud ez a kedves kis malware, hogy linket kapsz ismerőstől, aki nyilván már meg van fertőzve, és ez elvisz téged egy ilyen hamis YouTube oldalra, ahol bejelentkezésnél, vagy hát ahogy te elkezdett használni, ott települ egy Chrome plugin. Aztán, amikor ez úgy elindult, és él a gépeden, akkor jelszót lop természetesen, hiszen az ilyen klasszikus, illetve cryptocurrency mine-ol, illetve ha van éppen aktuálisan cryptocurrency tranzakciód, akkor azt úgy eltéríti és ellopja. Ez megint egy ilyen multifunkcionális cucc. Multi. Azt hittem írtam, hogy valami hangtesztet fogsz csinálni, vagy multi. Igen. Vagy malware. A tokenekre egyébként nagyon kell vigyázni, nagyon kell védeni őket. Tudjátok, hogy milyen fájdalmas, amikor token rúgnak. Token rúgnak.
Legyen már is egy ilyen hangbejátszásunk, egy szóvicc után egy ilyen, tényleg egy ilyen, vagy tudod, az már megvan. Az megvan? Igen, egyébként most ugye a virtuális hangmixerünk veszünk fel, ez egy kis háttérinfo, és tervezem, hogy összekötöm egy virtuális kábellel, amit lehet venni ehhez a toolhoz, összekötöm egy soundboarddal, és akkor itt real life tudom benyomni, hogy bím, és akkor szól az a hang. Bím, és akkor felkerül. Nagyon jó. Ez a next step, lehet venni ilyen, nem tudom, ilyen 300-400 dollárért ilyen streames, tudod, ilyen gombos cuccot szokták nekem ajánlani a streamerek, hogy vegyek én is olyat, mert hogy mennyire kényelmes, hogyha streamel az ember, és akkor megnyomod, és akkor klipeket játszik, meg minden, nagyon király. Nagyon kemény, nagyon kemény. De ugye mi most mindent szoftveresen csinálunk, úgyhogy ez most nem játszik. Na de, ha Facebook vonalon maradva, vagy a Facebook vonaton nincsen fék. Facebook vonaton nincs. A Facebook ugye használ kétfaktoros autentikációt, ami nagyon fontos, ezt mindenkinek javaslom, hogy kapcsolja be és használja, viszont ugye ők felkínálják azt is, hogy telefonszámot adj meg, és akkor a két faktor ugye az SMS, illetve a második faktor az SMS, tehát belépsz a sima neveddel, jelszavaddal, majd utána kapsz egy kódot SMS-be, amit be kell neki írni, mármint az oldalon, bejelentkezésnél, és akkor fog beengedni. Viszont, mint kiderült, és nyilatkozott a Facebook is, hogy hát igen, ez így van, hogy a telefonszámot ők nem csak biztonsági megerősítéshez használják, hanem célzott hirdetésekhez is felhasználják. Ez eleinte egy bug volt, illetve jelezték néhány hónapja, hogy volt egy ilyen bug, hogy hirtelen elkezdték spamelni azokat, akik ezt megadták, ezt a telefonszámot ott, és mondjuk az oldalukon, a profiluknál nem. Tehát, hogyha mondjuk csak akkor adod meg, vagy csak ott adod meg a telefonszámodat, hogy a két faktort bekapcsolt, és az oldalon nem, így is elkezdték spamelni őket, és azt mondták, hogy a spam része az bug, hát a többi az meg feature. De legalább őszinték voltak egy pillanatra. Abszolút. De a két faktor fontos. Én azt mondom, hogy használjatok olyan autentikációs megoldást, amint nem telefonszámhoz köthető, mert mondjuk a telefonodat ellopják, nem tudsz belépni, ez nem annyira jó, hanem ilyen auti vagy autentikálós appokat, alkalmazásokat, ilyen a OnePasswordnek is van a Googlenek az autentikátor, van az auti, ami egy ilyen külön app, és van a LastPass-nak is egy ilyen autentikátoros alkalmazása, ami mondjuk érdekes, hogy nekem például a LastPass-nak a kétfaktoros autentikációja a saját autentikálós appjával van megoldva, mert én valamilyen nem akartam a LastPass-nak megadni a telefonszámom. De várjál, a LastPass képes arra is, hogy például a Google autentikátorát használja, és akkor nem kell telefonszámot megadni. Egyébként érdekes, mert pont ezzel kapcsolatban küldtem be egy ilyen bug reportot, vagy nem is, egy kicsit így reméltem, hogy egy vulnerability reportot tudok küldeni a LastPass-nak, mert arra lettem figyelmes, hogy elkezdtem használni a kétfaktoros autentikációt így módon a LastPass-ban, és én browser bővítményben használom a LastPass-t, és azt vettem észre, hogy ha bezárom a böngészőmet úgy, hogy az aktív a LastPass session-öm ebben a pluginban, akkor mikor újra megnyitom a böngészőt, akkor azonnal felajánlja azt, hogy én akkor a kétfaktoros azonosítással azonosítsam magam, hogy tudjam használni a LastPass adatbázisomat, és ha én ezt nem teszem, hanem elklikkelem onnan, bezárom ezt a tabot, akkor lezárja ezt az autentikát, vagy ezt a LastPass adatbázist. Ez egy tök oké működés, ezt várom el tőle. Na most Azt viszont nem várom el tőle, hogy amikor most megnyitok egy weboldalt, aminek az azonosítási formja, a login formja el van mentve ebbe a LastPass-ba, a jelszó meg a felhasználónév, akkor oda engem beengedjen, és nem is enged be, mivel nem azonosítottam magam, zárva van az értéktáram, ez a vaultom. Na most eddig oké. Ha ezt a tabot ott hagyom, úgyhogy ott van a login form, és mellette rákattintok a LastPass ikonra, és kezdeményezik egy bejelentkezést, akkor ő már nem a kétfaktoros azonosítást fog először kérni tőlem, mint a böngésző indításakor, hanem a master passwordot. Megadom a master passwordot, és utána jön a második fázis, kéri a kétfaktoros azonosítást. Na de a kettő között eltelik egy nagyon rövid idő, hát mondjuk egy töredék másodperc, és ez a pillanat
elég arra, hogy, hogy amikor a master passwordot beadtam, kinyissa ezt a értéktárat, dekódolja az ott lévő adatokat, majd mikor ő megkapja a eljutod a programkódban, hogy, hogy neki most kétfaktoros azonosítást kell csinálnia, ő azt vissza is zárja azonnal, addig, amíg én be nem adom neki a kétfaktoros azonosítást. Csak hogy az alatt a töredék másodperc alatt, amíg az nyitva volt, bizony ő kitölti a nyitott browser tabban a formot. Mielőtt én beírnám a kétfaktoros azonosításomnak a második faktorát. Vagyis elkerülhetem vele arra az egy tabra, vagy kettőre, vagy háromra, ahány ott nyitva volt, a második faktor használatát. Ezt én levideóztam, ilyen screencastot csináltam, és beküldtem nekik, hogy hát így úgy tűnik, hogy itt van egy ilyen sérülékenység. Aztán visszakaptam válaszul, nagyon korrekt módon, egyébként tök gyorsan válaszoltak, hogy igazából ez nem egy, hogy hívják, ez nem egy security hole, egy biztonsági rés, hanem ez gyakorlatilag egy olyan feature, hogy ezt úgy hívják, hogy offline store, tehát így letárolja a browser plugin offline-ba az én, hogy hívják omat, értéktáramat, és erre ezt titkosítva van, tehát erre ő így vigyáz, és nem lehet ezt olyan könnyen dekódolni, és akkor azért, hogy én offline tudjam használni, ezért a master password-del ezt én ki tudom nyitni. Ahhoz, hogy a kétfaktoros azonosítás működjön, viszont online kell mennem, tehát amíg online lesz, tehát amikor online-ba megy, akkor kapcsolja vissza a titkosítást, és igazából ez arra akkor veszélyes, hogyha megosztott gépet használok valakivel. Tehát, hogyha mondjuk egy internet kávézóban föltelepítem a böngészőbe, a közösen használt böngészőbe a LastPass-t, és ott bejelentkezek, és úgy hagyom, és legközelebb valaki belép. Hazamész? Hazamegyek, valaki oda leül, és tudja az én master passwordemet, akkor elérheti a megnyitott tabokra a vault-nak, az értéktárnak a pillanatnyi kinyitását és a formok kitöltését, mielőtt bekérné az autentikátor kódot. Tehát igazából ez így működhet. Na most ez egy annyira bonyolult kihasználási lehetőség, tehát tudni kell a master passwordöt, közösen használt gép kell hozzá, nem kell kilépnem a sessionből, tehát igazából való igaz, hogyha ezt valaki meg tudja csinálni, akkor nagyon ügyes volt, én meg nagyon marha, hogy ezt hagytam neki. Ez nem egy sérülékenység a LastPass szerint. Azt tanácsolják egyébként, hogyha nem akarom ennek kitenni magam ennek a kockázatnak, akkor ne engedélyezzem az offline használatát a browser pluginnak. Ezzel gyakorlatilag meg elkerülhető az, hogy a lokálisan le legyen tárolva az én titkosított jelszódatbázisommal. Legyen opciójuk? Igazából a lényeg az, hogy ha nem akarjátok kitenni magatokat annak a veszélynek, hogy valaki a master passwordotöknek a tudatában egy közösen használt gépen a browser pluginotokban egy másodperc töredékére kinyissa az értéktárat, a LastPass jelszóadatbázist, és ezzel formokat töltessen ki, akkor ki lehet kapcsolni az offline használatot ebből a dologból, és akkor ott csak online lehet használni ezt a jelszóadatbázist, de ez tök jól működik online is, tehát nem para. Igen, ez egy elég szélsőséges eset, amit mondtál, de ezért függetlenül azért el tudom képzelni, amikor először kinyitotta neked, így elkerekedett a szemed az érzéstől, hogy hol a kétfaktoros autentikációm, tesó, elnyelted. Igen, totálisan, pontosan ez történt, és már egyébként azért is jelentettem be nekik, mert kicsit így a bug bounty-ban reménykedtem, és már így kezdtem, majdnem elkezdtem így beosztani a lóvét, hogy mit veszek belőle, új izét, ninja ruhát, meg bokszsákokat, meg izét, kardot, meg ilyesmit, de hát... $5,000, mert teljesen, én már fejben elköltötted. Fejben totál. Egyébként $5,000 volt a bug bounty-be ehhez? Nem, csak mondtam valamit. Lehet, hogy $500 kaptál volna. Nem is volt bug bounty egyébként. Nem is volt bug bounty. Csak... Megláttam. Ez a ninja szem észrevesz az ilyesmit. Egyébként azt tudjátok, hogy amikor az informatikai biztonsággal kapcsolatos tudatossággal foglalkozik, például én ezzel foglalkozok, akkor annak milyen a hangja? Nagyon helyes. Semmilyen hangja. Nincsen nagyon csendesek. Aki tudja, hogy miről van szó, az tudja, aki nem, az nem.
És az a hallgatók megfejti, hogy ez most mire utalt ez a vicc, vagy poén, és leírja a szám vagyon a következményével. De, ha már Rose plugin, ugye a Google most kiadott egy újfajta security hát leírást, vagy nem tudom, hogy hogyan kell biztonságosan Rose plugin-t írni a Chrome-hoz. Na hát nem azt mondom, most kijön egy teljesen új változat ennek a dolognak, ugyebár érezzük most, hogy a Chrome-nak az App Store-ja, nem tudom, minek lehet ezt nevezni, plugin store-ja, tele van hát malicious plugin-ekkel. Jó, nyilván, hogyha előveszed a legismertebbet, akkor az valószínűleg nem malicious. Erősen hangsúlyozom, hogy a valószínűleg, mert egyébként az egyik pont, az pont ezzel a foglalkozik. Én 5 pontban foglalták össze, hogy mi fog változni. Most akik nagyon gyorsan végigszaladunk rajta, mert szerintem ezek érdekes dolgok, és mindegyik ezzel lehet egy-két gondolatot ejteni. Nem konkrétan a Chrome-mal kapcsolatban, hanem azt, hogy hogyan fejlesztünk, illetve hogy hogyan használjuk a böngészőket manapság már. Hogy az egyes pont az az volt például, hogy meg lehet majd adni, hogy az egyes Chrome pluginek melyik oldalon töltődjenek be, mert jelenleg nem lehet. Tehát, hogyha egyszer aktiválsz egy plugint, akkor az minden oldalon aktiválva lesz. És nem tudod megmondani, hogy milyen oldalon, melyik user, milyen izé. Tehát van egy még ugyebár van, aki különböző usereket is használ Chrome-on belül, ott is nehézkes a permission-öknek, illetve ezeknek a restriktálása, hogy hogyan tudod beállítani. Úgyhogy ezt fogják változtatni. Ez egy jó dolog lesz, hogy külön oldalonként lehet váltogatni a dolgokat. És egy másik nagy dolog, kapaszkodj, nem tudom, hogy olvastátok-e, de nem lehet többé obfuszkált kódot feltölteni. Mert ugyebár hát nincsenek, már fölkattant a szeme, meghalt. Nem fel. A lényeg az az, hogy ugyebár aki nem tudja, az obfuszkált kód az olyan kód, amit olyan forráskód, amit olvashatatlanná tesznek. Az olvashatatlanná tevés az azt jelenti, hogy logikailag nem tudod elolvasni. Tehát egy jó programkód az olyan, hogy olyan beszédesek a változó nevek, mit tudom én, hogyha van egy név, akkor a változónak az a neve, hogy name, és akkor abba belekerül az, hogy Béla. De mondjuk nem az lesz a neve a változónak, hogy name, hanem az lesz a neve, hogy 8896673BC. És ezt az obfuszkációt, ezt most már nem engedik. Ezt általában azért szokták obfuszkálni két ok miatt szoktak obfuszkálni kódot. Az egyik az, hogy hogy mondják ezt a szellemi tulajdon. Ezt most mindig elfelejtem. Ez körülbelül 40-szer el kellett már mondanom, de minden is alkalom. A szellemi tulajdont azt elfelejtem. Pedig neked tudnod kéne, hogy a tulajdon meg a tulajdoni viszony, ez ilyen történelmileg neked ez benne kell legyen a véredbe. Igen, a tulajdonhoz való jog. Az egy nagyon fontos dolog, szerintem is. Olyan ruhát veszek fel, amilyet akarok, és oda megyek akkor, amikor akarok. Ez fontos. Még olyan munkát vállalok, amilyet szeretnék, majd ilyet valamire fölvesznek. Na, a lényeg az, hogy az obfuszkációt azt most tiltják. Tehát ez a szellemi tulajdon és a malvereknek az el obfuszkálása. Tehát, hogyha a Google se tudja megmondani, hogy mit csinál a te browser pluginnak, ha hogyan tudja auditálni. Tehát ugye vannak rá mindenféle automatizációk, és hát nyilván a Google-nak vannak a legjobb automatizációja a világon, ilyen szempontból, azért, mert az egyik legnagyobb cég. Tehát ennél már csak rosszabbak vannak, de ha nekik nem megy, akkor valószínűleg másnak se nagyon fog menni. Úgyhogy obfuszkáció az mostantól nincs a plugin store-ban. Ez egy no-no. A harmadik az egy, hogy ez a klasszikus eset, az volt tavaly, azt hiszem, olyan eset, amikor targeteltek híres browser plugineknek a íróit malware kampánnyal, és feltörték a gépét, és az ő nevében kiposztoltak egy módosított browser plugint, amit az emberek letöltöttek, és kiderült, hogy malicious volt a browser plugin. Úgyhogy annak érdekében, hogy ha feltörik a gépedet, ne tudjanak a nevedben, mint browser plugin fejlesztő a Google Store-ba, illetve a plugin store-ba kódot kiküldeni. Ezért egy ilyen kétfaktoros deployment lesz, hogy főleg, hogyha szerintem ez mindenkire fog vonatkozni, aki kiküld
Ez is egy nagyon fontos. A negyedik pont az nem volt annyira érdekes, az egyszerűen csak az, hogy az egész apit átalakítják, és sokkal szigorúbb lesz, hogy nem lehet annyi mindent megcsinálni. Ez körülbelül arra emlékeztet, hogy amikor annó kijött a JavaScript, a legelső browserek, amikor elkezdtek JavaScriptet használni, akkor mindent lehetett a JavaScripttel csinálni, és az évek folyamán így egyre jobban húzták össze a nadrág szíjat. Nyilván jöttek folyamatosan új feature-ök a JavaScriptben, és amikor aztán megint kiderült, hogy hogyan lehet ők velük visszaélni, aztán azt is jobban összehúzták. Úgyhogy ez egy ilyen folyamatos, egy ilyen új feature, rájönnek a fejlesztők, hogy mit lehet benne, hogyan lehet benne visszaélni dolgokkal, és akkor megint változtatnak rajta valamit, illetve hoznak új feature-öket, amikkel megint vissza lehet élni. És az utolsó az volt, hogy a review process sokkal durvább lesz állítólag, tehát nehezebben lehet majd beküldeni. Szóval sokkal durvább lesz a Chrome extension-nek a review processze, ami egyébként nem egy nagy baj, csak hát nem tudom, hogy tehát amennyi ilyen plugin van, meg extension, ez egy elég nagy manpower, illetve nyilván automatizáció van mögötte a nagy részben, de hát, hogy ezt is úgy kell fine-tunolni, hogy átmenjenek ezek a dolgok. Tehát megpróbálják a Chrome, érzik a Google-nél is, hogy azért ez a Chrome extension meg plugin dolog, ez eléggé el van harapódzva, úgyhogy itt valamit változtatni kell. Reméljük, a Firefox is hamarosan hasonló dolgokat fog eszközölni. Amikor a rádióműsorban ipari rendszerekről beszélünk, akkor az egy szkadás. Szkadás? Na tessék. Ez azért már jó volt. Amíg magatokhoz tértek, addig elmondom, hogy amiről viszont szeretnék beszélni a szkadával kapcsolatban, ezek az ipari rendszerek, az Industrial Control System, rövidítve ICS rendszerek, amelyeket megvizsgáltak, és úgy találták, hogy meglepően sok van közülük internetre kötve. Ez egy elgondolkodtató dolog, mert mik is ezek a SCADA vagy ICS rendszerek. Ezek olyan rendszerek, olyan eszközök, amik gyártási folyamatokat vezérelnek. Tehát munkagépeket irányítanak, felügyelnek, és hát egyrészt óriási rizikóval jár, hogyha ezek kompromittálódnak, mivel olyan berendezéseket működtetnek, ahol ember is sérülhet. Például egy bányagép, hogyha beindul akkor, amikor éppen ott van valaki, akinek nem kéne ott lennie, vagy nem volna szabad beindulnia, amikor ott van valaki, akkor az ott megsérülhet. Nem csak az, hogyha belegondolsz, ez nem csak arról szól, hogy a vezérlőket meg az ipari gépet támadják, vagy úgy kompromitálják, hogy leálljon, hanem mondjuk egy supply chain-t lehet ezáltal kompromitálni. Tehát mondjuk egy olyan IC-t teszel, egy olyan valami elektronikát egy alaplapra, például szerverek alaplapjára, ami lehallgat, azt mondjuk nem biztos, hogy feltűnik. Vagy egy olyan szoftvert ágyazol bele, és ugye ez is azért mehet ott, vagy készülhet ott. Tehát nem csak magát a gyárdállítást, de egyébként igazad, mondjuk egy olajfutottoronynak vagy atomerőműnek a meghekkelése az ő eléggé csúnya tud lenni. Igen, igen. Szóval ezek egy eléggé kritikus alkalmazások. Tehát az ember felteszi magának az első kérdést, miért vannak ezek egyáltalán az internetre kitéve? Na, ezt én sem értem egyébként. Na, mondom, hogy miért. Update? Majdnem. Remote admin. Sokkal jobb. Tehát ugye te vagy a rendszergazdája akármilyen berendezés gyártó vállalatnak, és hétvégén jön neked a izé, hogy update-elni kell a vezérlőrendszert, mert mondjuk 3 mm-rel, vagy nem rendszergazda, hanem egy, hogy mondják, ez technológus vagy, és akkor 3 mm-rel hosszabb furat kell valahova, akkor azt esetleg meg tudod csinálni távolról. Ez nem csak úgy jelent remote admin-t, hogy most ő otthonról vagy a Hawaii-szigetekről tudja megcsinálni, hanem mondjuk azt is, hogy nem kell kábelt elvezetni, mondjuk a bányába több kilométeren kihúzni, hanem ott feltesz egy GSM modemet, vagy valamit, a 4G modemet, és már neten van az eszköz. És ő meg az irodából a szerveszteremből tudja irányítani. Tehát ez nem csak a kényelem olyan szempontból, hogy most mit tudom én, pár kilométert tud otthon a szaunából dolgozni, hanem konkrétan a vezérlőteremből. Képzelem a modern bányászokat, akik már nem lent vannak a bányában, hanem otthon a szaunából, csak beröffenti a gépet, aztán tolja neki apám.
ők az adatbányászok. A modern adatbányászok. Meg a kriptobányászok, ugye. Ráadásul ott van minden a gőzfelhőben. Na meg a monitoring, tehát ugye monitorozni kell a működést, látni kell, hogy most a folyamat a zöldben van, a berendezések jól működnek, és akkor erre ezért ki egyik gépet onnan dedikálják, arra tesznek egy internet hozzáférést, és akkor azt, mit tudom én, egy Nagios monitorozó rendszerrel, vagy valami modernebbel monitorozzák. Na most óriási, hogy hívják okat, veszélyeket rejt ez magában, mert hogyha ezek elérhetők az internet felől, akkor erre belépve, kihasználva őket, mert beszéltünk arról, hogy milyen problémák történhetnek, akár az is lehet, hogy például magát a vezérlést biztosító, tehát az alkatrész készítést, tegyük fel, van egy CNC esztergád, vagy egy marógéped, mindegy, egy megmunkáló berendezésed, ami egy ipari titoknak számító alkatrész gyárt. Na most, ha letöltöd belőle a vezérli, azt a szoftvert, ami vezérli, akkor azt egy saját esztergőgébe, egy saját CNC rendszerbe feltöltve le fogja neked gyártani az alkatrészt, amit utána már csak le kell méretezni másolnod, és aztán, sőt, hát nem is kell, hát egyszerűen csak gyárthatod, és kész. Úgyhogy tényleg elég veszélyes ez. Na most, az ember azt hinné, hogy ez önmagában már kimeríti itt a problémát, hogy ezek elérhetik az interneten, de nem, mert olyan nagyon nem is kell keresgélni, hogy ezeket megtalálja az ember, mert van egy olyan szolgáltatás az interneten, hogy Shodan, erről már beszéltünk korábban. Ez a Shodan, ez egy keresőgép, ami azt csinálja, hogy szkenneli folyamatosan a hálózatot, és ahol talál nyitott portot, szolgáltatást, oda benéz, és lekérdezi a bannerjét. Gyakorlatilag azonosítatja magát a szolgáltatást, és elmenti ezt. És ezáltal minden IP címhez, amit ő megtalál, és talál rajta a szolgáltatást, verzióadatokat tárol, meg a nyitott portok számát tárolja, a porton figyelő, illetve válaszoló szolgáltatásnak a verziószámát, hogyha megadja, azt is eltárolja, a működtető szoftver típusát, mindent egész pontosan előre lehet belőle szedni, hogyha ezek rendelkezésre állnak, és hát olyan protokollok, mint a Modbus az 502-es porton, vagy a Fieldbus a 1089-től 1091-es portokon, akár a Profinet, amit tényleg egy ilyen, ugyanúgy a Fieldbus, ilyen ipari terepi busz rendszer, ennek is a TCP portja 34962, 34964 közötti három port, ezek mind bekerülnek a Shodan adatbázisába, és ezek kereshetők. Na most erre természetesen létre is jött egy projekt, ez a Shine nevű projekt, ami arra szolgál, hogy a Shodanból ilyen jellegű információkat hírszerzési céllal bányásszanak. Erre a Shodan API-t használják, az API-król ugye volt szó már korábban, egyre nagyobb jelentőségük van az API-knak egyébként a webnek a 2.0-as, sőt már lassan 3.0-as. Messze vagyunk, igen. Igen, részén. Tehát az API-k azok elképesztően fontosak, és csináltak ebben a Shine projektben a kutatók 700 olyan, több mint 700 olyan lekérdezést, ami az API-n keresztül történik, ami kifejezetten ilyen ICS rendszereket keres, ilyen ipari kontroll rendszereket keres, és meglepő dolgokat találtak, elképesztően sok ilyen rendszer került elő, voltak köztük orvosi berendezések. Az is érdekes egyébként, hát apropó károkozás. Hát mert ugye gyakorlatilag ezek control systemek, tehát vezérlő rendszerek, ami használható az iparban, de hát használják például az orvosi technológiákban is, illetve olyan ipari berendezéseknek is megtalálták így a kezelő felületét, amit olyan különböző gyártók készítettek, Siemens-től kezdve Motorola-n át a Caterpillarig volt ott minden, konkrétan bányagépek, és egyéb, hát ahogy Jantán is említette, olajfúró torony is került elő, vagy kerülhet elő, de egész érdekes dolgok, egészen szokatlan, furcsa dolgok is voltak. Például találtak egy krematóriumot, ami az internetről elérhető volt. Most gondolj bele, hogy most bekapcsolják akkor, amikor nem kéne, vagy éppen nem engedik bekapcsolni, vagy hamarabb kikapcsolják, és akkor ez kegyeleti problémákat is okozhat, meg életveszélyes, hogyha valaki bemegy tisztítani, aztán ott rámegy a izé. Igen.
Tehát komoly égési sérüléseket lehet szerezni. Azt hittem, hogy egyébként azt fogod mondani, hogy ilyen ipari használatú dildót, vagy nem tudom mit, de hát az IoT eszköznek számít. Az IoT, az más. Tehát ugye ipari. Hát igen. A ipari dildó. Ipari dildó. Van, aki nagyban szereti. A kemény bizniszben használt, nem az az otthoni persze, van ez vannak az otthoni felhasználású dolgok, és vannak az ipari felhasználású dolgok. Nyilván nem használhatsz egy filmforgatáson, hát, ahol 7/24-ben kell folyamatosan üzemelni annak az eszköznek. Egy teljesen olyat, ami másik elvárások vannak. Nem bírja azt a nyüstölést. Azt egyébként olajfutatóinak hívja. Ó, igen. És hát tehát gyakorlatilag ezt felismerve ezt a veszélyt, amit ez jelent, ez nem a Shine projekt jelenti a veszélyt, hanem ezeknek az industrial control systemeknek az internetes kitettsége, vagy hát internetes elérhetősége. Létrehoztak egy alertet, ez az ICS alert 1134301A néven szerepel. Ez egy olyan alert, amit hogyha auditálnak egy rendszert, és találnak ICS rendszert az internet felől elérhetően, akkor megkapja ezt a, ez egy finding gyakorlatilag, ez egy ilyen alert dolog, ami az auditban megjelenik, és ezt meg kell oldani, és ezt úgy lehet megoldani, ez a javaslat rá, hogy hát igazából az, ami egy ilyen, tehát egy egészen straightforward, egy egészen ilyen előremutató, hogy mondják ezt, hogy egészen adja magát a válasz, mit kell csinálni, tehát rendszeresen auditálni kell, aztán védelmi dolgokat kell implementálni, tudom én, tűzfalat, tehát a tűzfal mögébe kell rakni egyáltalán ezeket, hogy ne legyenek elérhetőek, aztán ugye a hálózatot szeparálni kell, izolálni kell, az industrial control, tehát az ipari vezérlőrendszer ne legyen ugyanazon a hálózaton, ahol a izék vannak, ahol a laptopok vannak, amiket dolgoznak a titkárnők, meg a titkárok, és az titkegyebek, kis gendertudomány, illetve a remote access hozzáférés, tehát hogyha mindenféleképpen kell az, hogy ezt lehessen távolról adminisztrálni, mert mondjuk ki van szervezve az IT egy ilyen ipari létesítményben, akkor ott megfelelő védelem kell rá, tehát egy VPN-en keresztül kell tudni elérni, és kétfaktoros azonosításra van szükség. Ezeket implementálni kell. Nyilván találtak olyat is, és ez is nagyon érdekes, hogy voltak védelmi funkciók, tehát például felhasználónév jelszó, de alapértelmezett felhasználónév jelszóval lehetett belépni, és ezek az alapértelmezett felhasználónév jelszók, ezek elérhetőek voltak nyilvánosan látható dokumentumokban. Tehát mit tudom én, a használati utasítás kint volt az interneten, az adott Caterpillar mélyfúrógéphez. 2005-ös években a routerek kb. Azon a szintjén vagyunk. Gyakorlatilag ugyanaz, sőt. Na, és akkor tehát ezeket meg kell szüntetni, ez nem szabad. Aztán a hozzáféréseknek, a felhasználói hozzáféréseknek egy kilokkolását lehetővé kell tenni. Tehát beírja háromszor a orosz jelszót, akkor az lokkolja ki. Micsoda drasztikus feature-ök. És micsoda újdonságok ezek. Most mondom, a legsúlyosabbat, legyen password policy. Ne! Legyen megkövetelve az, hogy a jelszó az erős legyen. És még egy, az admin jogosultságú felhasználók száma legyen limitálva. Tehát képzelheted, milyen biztonsági beállításokat találhattak, gyakorlatilag semmilyeneket. Hallod, hogy te erre emlékszel, hogy azt hiszem a Windows 98-ban volt, vagy a Windows 95-ben, hogy volt olyan, hogy, tehát egy network login, és akkor fellopta a felhasználat és a jelszót, és azt mondtad, hogy mégse, akkor beengedett. És jó, hát akkor erre nem emlékszem. Akkor nincs hálózat, akkor megyünk tovább. True story, ez ilyen. Jó, egyébként azt hiszem korábban beszéltünk a 3D nyomtatók internetes kitettségéről, ez körülbelül ugyanaz, csak nagyban. Tehát oké, 3D nyomtatóval, hogyha bemész, ugyanúgy tudsz prototípus plant lopni, meg tudsz nyomtatni dildót a otthagyott nyomtatón, és akkor valakit ott meglepsz vele, vagy pisztolyt, és akkor magyarázkodhat, de itt azért ez egész más. Ez súlyosabb egy fokkal, vagy kettővel, úgyhogy ha tudtok ilyenről, mondjuk olyan helyen dolgoztok, ahol vannak ilyen ipari rendszerek, akkor érdemes erre figyelmet fordítatni, vagy felhívni a figyelmet, hogy véletlenül se legyenek az internetre kitéve, és egy jó módszer arra, hogy megnézed, mi az IP címed, mi a vállalatod IP címe,
és vagy a telephelye, mert a Shodan tárolja a telephelyet is, legalábbis nagyjából a földrajzi helyet, és akkor megnézni azt, hogy van-e kitéve oda ilyen SCADA rendszer, vagy ICS rendszer. Előbb, ahogy mondtad, hogy most ugye már ezek findingként lesznek megtalálva, és ennek meg kell felelni, mert hogy az auditon, meg nem tudom, hirtelen ilyen poszttraumás, ilyen bevillanásaim voltak. Mert hogy igen, hogy ezek findingek lesznek, ezeket nagyon durván fel fogjuk vezetni egy Excel táblában, és nagyon durván mindegyikhez be fogjuk írni, hogy igen, tudunk róla, elfogadjuk. Jó. És le van dokumentálva, és soha az életben nem fog vele semmi sem történni. Tehát aki esetleg nem... Jobb helyeken egyébként van... Tehát nem, inkább nem azt mondom, jobb helyeken, ami szerencsés esetben, mert a helytől teljesen független, ez bárhol megtörténhet. Tehát jobb helyeken, szerencsés esetben ezt valóban megcsinálják, viszont nagyon sok helyen, nagyon sok esetben ezek tényleg felkerülnek egy Excel listára, mindenki nagyon bólogat, meg nagyon rázza a fejét, hogy hú, ez nagyon durva, nagyon kemény. Jó, hát akkor mit kellett megcsinálni, milyen autót kellett itt legyártani, vagy milyen gyártósort? Ja jó, akkor csináljuk tovább, mert nekünk most nincs időnk ezzel baszakodni, és akkor légy szíves, menjen tovább a dolog, és akkor majd ezzel a biztonság, milyen biztonsági biztonsági réssel majd máskor a jövő cég foglalkozik vele. Jó, de hát ez mindenkinek a saját dolga eldönteni, és az auditornak az a dolga, hogy hát egyrészt felvegye a findingot, hiszen auditon meg kell jelenni valahogy úgy, hogy... Findingben. Jó. És utána meg a risk management meg eldönti, hogy ezt bevállalja, vagy sem. Az, hogy utána ezzel milyen kárt okoznak, utána ők lesznek felelősök. Tehát nem az auditor, aki... Ja, persze! Hát jó, most a Facebook is a felelős. Tudod, ez azt hiszem, ez a South Parkban volt az a rész, amikor a fúrótorony valami nem tudom mennyi olajat engedett az óceánba, és nem tudom, hogy hány fóka, meg minden, az a fél óceánt lefertőzték, és akkor voltak, tudod, ezek a nagyon sajnáljuk. Mi tényleg nagyon-nagyon-nagyon sajnáljuk. Hát igen, sajnos ez ilyen. Yeah, so sorry. Dr. Ötker, milyen ruha darabot hord? Ne. Pudinget. Az egyetlen, amit ismersz. Az egyetlen, amit ismerek, igen, pudinget. Ja, de ezt én találtam ki. Igen, pudpólót. Ne vágj majd ki, jó köz. Igyekszem. Vagy rakd be Patreon, ezért fizetni kell ezen a csodáért. De egyébként ez egy olyan elültetett poén voltam, hol a tartalmat ugye áttettük máshova. Nagyon tudsz rappelni. Steganofóbiás lettél. Steganofóbia. Miért is ki tudom mondani? Figyeled, apám? Stegoztad a szóviccet? Ha már steganográfiáról beszélünk. Erőzletes derült égből a villámcsapásként. Ez van haláli, van. Steganográfia. Ha már... Steganográfia. Na jó, fegyelem. 8-ad gyere. Nincs, csak mondjad. Van egy érdekes technika egyébként, amit most elkezdtek a malverek használni, és ez az, hogy képekbe rejtik el a konfigurációs adataikat, meg a tudom én, utasításokat, amiket felhasználnak, vagy a CNC szerverek IP címeit, és úgy rejtik el ezeket képekbe, hogy az emberi szem számára a kép tartalma nem változik. Ennek a neve, ennek a módszernek, ennek az a rejtjelezésnek a steganográfia, amikor egy hangban vagy képben megváltoztatnak úgy tartalmat, hogy az emberi szem számára nem tűnik föl. Egy csomó formátum van, amiben el lehet rejteni, hogy hívják okat, így adatokat. Például most csak egy gyors példa, van egy kép, ami ábrázol mondjuk egy kikötőt. Van ott rajta víz, meg hajók, meg minden. Egy ilyen kék színű az egész alapja. Na most, hogyha azt a kéket minden egyes képpontnál egy kicsit elmélyítjük egy bittel, vagy mit tudom én, két bittel, ez nem fog feltűnni
a változás, de lehet bele elrejteni adatokat. Mondjuk, hogyha az egyiknél egy bittel, a másiknál két bittel, aztán meg egy kicsibe világosítunk rajta, tehát akkor így szépen egy byte-ot el lehet rejteni 8 képpontban, és így tovább. És ezzel, ez egy érdekes dolog, mert akkor nem számít az arra, hogy ebben ott, hogy ott van a konfigurációs állomány az a szemed előtt, és ezt utána a malware csinál egy lekérést, egy webes lekérést, letölt egy képet Facebookról, vagy letölt egy képet valahonnan, tök mindegy honnan, akárhonnan, valami totálisan legitimnek látszó helyről, és nem parajt, csak egy képet töltött le, egy JPEG-et, vagy egy GIF-et, vagy egy, mondjuk nem GIF-et, de abban kevés cucc lehet elrejtve, de mondjuk egy PNG-t, és ő utána kicsomagolja szépen, és felhasználja a benneli adatokat. Ez egy ilyen kis színes hír, hogy erre is számítsatok, és egyébként régebben én csináltam egy olyat, hogy elrejtettem egy képben valami kis kincset, ilyen információ kincset, és aki azt megfejtette, az kapott lehetőséget arra, hogy sörözzön velem egyet, soha nem söröztünk így senkivel, pedig voltak megfejtők, csak valahogy nem tudtuk összehozni. Találjunk már ki valamit, egy ilyen kihívást csináljunk szerintem. Na várjál, de én ezt annól láttam, amit te csináltál, és nem informatikai környezetben hintetted el ezt a dolgot, és azért azt kell, hogy mondani, hogy az egyik részén eléggé megcsavartad azt a feladványt, úgyhogy igazából te egyedül akartál sörözni. Ez egy gonosz feladvány volt. Mert nagyon gonosz, tehát amikor láttam, csak így néztem, így húztam fel a szemöldökömet, hogy nincs, egyedül fogsz sörözni, én úgy érzem ezzel a feladvánnyal. És lehetek egyébként megfejtők, és így mondtuk, hogy majd akkor majd így összefutunk, gratuláltam, meg minden, de igazából nem hoztuk össze. Hát sokan ilyen introvertáltak vagyunk, én is egy kicsit így befelé fordulok néha. Ezt akkor megcsináljuk? Csináljuk egy ilyen steganográfiás feladatot a hallgatóknak? Ja, rejtsünk el valamit egy képben. Keresd meg azt, amit régen csináltak, kíváncsi vagyok, hogy ez a community mit fog vele kezdeni. Ez olyan kéne, ami valahogy a podcasthez köthető, tehát valahogy tudjuk a podcasten keresztül eldugni, vagy adásban, vagy képben, és mellé csatoljuk a show notes-ba. Tehát, hogy ezt jól megcsináljátok, akkor az első megfejtő, az kap egy hekés lángosos egérpadot. Nem, egyébként a hallgatók nem vették észre, hogy az első adástól kezdve folyamatosan az utolsó 8 bitten minden adásban elrejtettünk valójában egy karaktert. Aki ezt meghallgatja, annak sok sikert. A modem handshake-nek az utolsó rész az a... Figyeld meg, valaki GNU rádióval dekódolja a modern handshake-et, és kiderül, tényleg van benne valami üzenet. Végetek, marűszűk, jönnek az UFO-k, vagy valami. Vagy visszafelé kell lejátszani lassítva, és akkor egy új üzenet jön ki belőle. No, következőt javaslom. Amit én annak idején csináltam, azt újra előveszem, és az legyen az advanced, tehát az legyen a haladóknak, akik kicsit úgy érzik, hogy ők komolyabbak, akkor ők csinálják meg azt, és ami pedig egyszerűbb, az mondjuk, hogy kezdő szintre is lőjünk be egyet, azért, hogy ne legyen az, hogy össze kell rakni egy Rubik kockát, hogy hívjákból, atomokból, és akkor lesz sikerélménye mindenkinek. Én azt mondanám, hogy itt az elsőt azt nem annyira lőném be, tekintve, hogy az első ugye attól függ, hogy hallgatod az adást, stb. Tehát ezt így nem, hanem hogy legyen egy kis hasznunk is belőle, az, aki beküldi a megfejtést, mondjuk 2 hét múlva, a 40-es adás publikálásáig, és iTunes-szól értékel minket. A marketingesünk előjött, figyeled, Ninja. Azok között kisorsolunk egérpadokat 3-mal. Jó? Tehát 3 egérpad. Jó. Annak, aki beküldi a 40. adáshoz a megfejtést, illetve... Facebookon kitölt egy formot. Nem. Megkeres, hogy melyik Disney hercegnő vagyok kérdőívet. Egyébként ez azért van, mert iTunes-on kaptunk értékelést, viszont eddig vezettük a tech rovatot Magyarországon a podcastek között, és most lecsúsztunk a 10 alá, úgyhogy ez felbosszant. Te jó ég! Miért? Szóval fel kell hoznunk. Tehát iTunes-on értékelés, plusz 40. adásig küldje be a megfejtést nekünk, vagy Telegramon privát üzenetbe, vagy az e-mail címünkre, ami a hekéslángos kukac, még rotomail
.com, vagy, ja, .com. De ez nem diszkriminatív egyébként? Tehát az androidosok is tudnak iTunes-on értékelni? Tudnak, de ha nagyon nem működik, akkor elfogadom azt is, hogy csak elküldik. Nyilván jobb lenne, hogyha értékelnek minket, vagy ott, tehát vagy iTunes-ba, vagy nem tudom, Google-be van-e ilyen értékelő rendszer a podcast appokban, ilyesmi, de ahol lehet, ott értékeljen. Hát ezen a háborút hirdetünk. Kegyetlen. Így van. Így van. Totális háborút. Lenyomjuk összes... a Balázsót, meg Nánásiékat, mindenkit lenyomjuk. Kassa TV, levele, mindegyik. Mi leszünk ott az elsők, ennyi van, az kész. De egyébként így a sztegonográfiához vissza, hogyha ugye ja, képben, volt egy hír, képben van eldugva, akkor nehéz észrevenni. Viszont, hogyha egy malware nem, tehát egy malware-t úgy írnak meg, hogy hangüzenetben vagy hangban lopnak adatot, vagy valami, akkor az a malware dalban mondja el. Nagyon képben vagy ezzel a témával kapcsolatban. Azt hittem, hogy ez tényleg valami lesz, értelmes lesz.